Lusz Csillát a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjét arról kérdeztük, hogy ebben a rendkívüli helyzetben hogyan is zajlik most a beiratkozás. Lusz Csillával, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjével arról beszélgettünk, hogy ebben a rendkívüli helyzetben hogyan is zajlik most az elsősök beiratása, hiszen most nem mehetnek be a két intézménybe a szülők, hanem itt a központban. Igen, az idei tanévben rendhagyó módon zajlik az első osztályosok beiratkozása, hiszen ugye a gyermekek otthon vannak online oktatásban, és a beiratkozást is a járványügyi szabályokhoz igazodva kellett megszerveznünk. Kétféle módon iratkozhatnak be most az elsősök. Az egyik módja a Kréta e-ügyintézés felületén online jelentkezhetnek, jelentkeztethetik a gyermeket első osztályba. Ebben az esetben csak a lakcímet igazoló kártya másolatát kell feltölteni a rendszerben. A többi dokumentumot, majd mikor a gyermek szeptember 1-én fölveszi az iskolát, akkor kell bemutatni, illetve a szülőknek aláírni a szükséges dokumentumokat. A másik fajta módja a jelentkezésnek, ha a szülő nem kíván, vagy nem tud élni az elektronikus jelentkezés módjával, akkor itt várjuk a székhely intézményünkben, az Erkel teremben, és itt személyesen megteheti a gyermekének a beiratkozását a szükséges dokumentumok kitöltésével. Melyek ezek a szükséges dokumentumok? Először is egy jelentkezési lap, amelyben kéri a gyermeke első osztályba való felvételét. Aztán nyilatkozik a felügyeleti jogról. Ugye jobb esetben minden gyermeket két szülő nevel, itt közösen gyakorolják a felügyeleti jogot, erről kell nyilatkozniuk. Amennyiben nem közösen, arról is egy nyilatkozatot kell kitölteniük a szülőknek. Itt kerül kitöltésre az, hogy a gyermekük az iskolában majd az etika vagy a hit és erkölcstan oktatást vállalják, illetve melyik egyházat választják erre. Most kerül kitöltésre az, hogy a gyermek majd igényel ebédet, amikor elkezdődik a tanítási év, illetve nyilatkozik a szülő arról, hogy azokat a dokumentumokat, amelyeket magával kellett hoznia a beiratkozásra a gyermekéről, azokat itt mi lemásolhatjuk és betehetjük az iktatóba. Két nap van erre törvényileg adva. Utána pedig mi lesz, mi történik, hiszen most a szülő arról is nyilatkozhat, hogy melyik iskolába, melyik tanítónénihez szeretne menni, vagy ez még egy külön döntés? Legkésőbb április 23-áig minden szülő egy határozatot fog kapni az intézményvezetőtől, tőlem, hogy melyik tagintézménybe került felvételre a gyermeke. Most a beiratkozáskor ők kívánhatják, tehát leírhatják, hogy a Kovács tagintézményünkbe, vagy a Kiskulcsosi tagintézményünkbe kérik a gyermek felvételét, de nekünk a tagintézménybe, illetve az osztályba soroláskor figyelembe kell vennünk a jogszabályi előírásokat, biztosítanunk kell az esélyegyenlőséget mind a két tagintézmény tekintetében. Tehát előfordulhat az is, hogy ha kérte a szülő, hogy a Kiskulcsosi tagintézményben járjon a gyermeke, de ezt a jogszabály nekem nem teszi lehetővé, hogy erről hozzak határozatot, akkor valószínű, hogy a Kovács Mihály tagintézményben fog felvételt nyerni. Természetesen minden esetben van lehetősége a szülőnek fellebbezésre, és akkor elkezdjük vizsgálni a problémát, hogy mit tudunk tenni az ügy érdekében, de az első határozat az mindenképpen a jogszabályok alkalmazásával kerül meghatározásra. Korábban már beszéltünk arról, hogy a Kovácsban és a Kiskulcsoson hány elsős tanítónén lesz, de azért még egyszer mondjuk el, és azt is, hogy körülbelül hány fős osztályokban gondolkodhatnak a szülők. A köznevelési törvény ugye 27 fős osztályokat engedélyez, a fenntartó engedélyezheti bizonyos esetekben ennek a túllépését 20%-kal, ami azt jelenti, hogy maximum 29 fős osztályok lehetnek. Jelen helyzetben mi a Kovács, illetve a Kiskulcsosi tagintézményünkben is egy-egy osztállyal terveztünk.
De ha a gyermeklétszám lehetővé teszi, akkor természetesen több osztályt is, több osztályindítására is majd engedélyt fogadni a fenntartó, hiszen mi egy állami iskola vagyunk, és nekünk fogadnunk kell minden gyermeket, aki ide jelentkezik hozzánk. Bízunk benne, hogy mindenki elégedett lesz az eljárás végeztével. Annyit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy most ugye csütörtök van délután, és a mai napon már nagyon sok szülő és gyermek keresett meg minket, már 30 fölötti a beiratkozottaknak a létszáma. Ezt biztatónak látjuk, tehát úgy látjuk, hogy egyre több gyermek szülő választja iskolánkat. Bízom benne, hogy a mai nap délutánján, illetve a következő napon egész nap még több gyermek fog hozzánk jelentkezni, és biztonsággal indíthatjuk a két első osztályt, az is lehet, hogy többet, ezt majd meglátjuk, erre még nem tudok pontosan válaszolni.